május 6-án és 7-én Brüsszelben került megrendezésre az az Európai Fórum, amely az ENSZ kisebbségügyi főbiztossága és a Tomlantos Intézet közös szervezésében valósult meg az Európai Parlament épületében, és a témája ennek a fórumnak a kisebbségi nyelvű oktatás volt. Nagyon fontos, mivel magas szintű előadók vettek részt, főleg a megnyitó részben, maga Fernande Varen, az ENSZ kisebbségügyi jelentéstevője, az Európai Parlament képviseletében Járóka Lívia, mint alelnök, valamint Lamberto Zanier, a szintén jelen kisebbségügyi jelentéstevő, de képviselve volt az Európai Bizottság, az UNESCO, a regionális vagy kisebbségi nyelvek kartájának irodája, tehát nagyon magas szintű jelenléttel zajlott a konferencia. Két napos volt, amit még egy félnapos ilyen szakértői egyeztetés is megelőzött, és több mint 150 résztvevője volt ennek a fórumnak a két nap alatt. Nagyon fontos, hogy ahol élnek a világon kisebbségek, kisebbségi közösségek, azok szakértői meghívást kaptak erre a fórumra, így a Kárpátaljai Magyar Közösség képviseletében Szilágyi Lajos, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség beregszászi járási elnöke tudta ismertetni a kárpátaljai, illetve az ukrajnai magyar oktatás és iskola hálózat helyzetét, illetve az új oktatási, illetve nyelvtörvény kapcsolatában kialakult nehéz helyzetét a magyar közösségnek, illetve a magyar iskoláknak. És a kétnapos fórum során maga Ukrajna, illetve az ukrajnai nyelvi jogok, oktatáspolitika többször is szóba került. Szóba került például Vince Lorent felszólalásában is, aki, mint a FUEN elnöke, elmondta azt, hogy Ukrajna nagyon rossz irányba halad, ha ilyen oktatási politikát akar folytatni a kisebbségeivel szemben. De mint európai parlamenti képviselő nekem is lehetőségem volt hozzászólni a vita során, és elmondtam azt, hogy az Európai Uniós intézményeknek fokozottabban kellene számon kérnie Ukrajnán ezt a nagyon rossz tendenciát, amit a 2014-es orosz-ukrán konfliktus óta mi magyarok tapasztalunk, hogy fokozatosan az orosz veszélyre hivatkozva minden kisebbség, minden nemzet és nyelvi kisebbség ellenségé vált, nem használhatjuk anyanyelvünket, és az áprilisban elfogadott nyelvtörvény következtében pedig még inkább nem, hogy bővülnének a kisebbségi jogok, hanem teljesen beszűkülnek a magánélet, illetve az egyházi élet szférájába, ami egyedülálló Európában, hogy nem bővülnek a jogok, hanem egyre szűkülnek, és ráadásul ez egy olyan ország esetében történt meg, amely számtalanszor azt nyilatkozta, hogy az európai értékeket tiszteletben tartja, hogy Európa felé törekszik, és emiatt többen is szóvá tették ezt a tendenciát. A kétnapos panelbeszélgetések során nagyon sok jelentős szakértő is részt vett, mint mondtam. Kiemelhetek valakit, akkor én Tove Skutnep-Kangas professzorasszonynak a felszólalását emelném ki, aki kifejezetten azt mondta, hogy a nyelvi szempontú diszkrimináció az asszimilációhoz vezethet. Az asszimiláció pedig egyértelműen nyelvi és kulturális népirtásnak tekinthető, és sajnos, hogy ezt magunkra kell vennünk, mert valójában Ukrajnában e felé haladnak a dolgok, úgyhogy nagyon fontos, hogy ez a tendencia megváltozzon, és remélhetőleg az elnökválasztás, ugye, amely során a változásra szavaztak az emberek, illetve a májusi európai parlamenti választások
is majd olyan eredményt fognak hozni, hogy Európában fokozottan fontossá válik a kisebbségvédelem, fokozottan napirendre kerül a kisebbségvédelem Európai Uniós törvényhozási szintre emelése, mert ez tudja megoldani igazából a kisebbségek védelmét.